A mai videóban építeni fogok a macskámnak, Sanyinak egy saját kis házat, azonban ezt a házat több mint 1000 darab legóból fogom összerakni. Utána pedig ellátogatunk az RTL-be is, hogy benézhessünk picit a Lego Master stúdiójába, ahol nem 1000, hanem milliónyi legó van. Lesz itt minden, és a kiégés az garantált. Ne, miért ne? Psst, gyere! Meglepem ezt a jószágot valamivel, úgyhogy irány Budapest, és építünk neki valamit. Arra gondoltam, építek valamit Sanyinak Legóból. Lehet egyszerűbb, hogyha megmutatom nektek a tervrajzot. What the f- Ezzel leszek egy ideig, lássunk hozzá, let's go! Körülbelül egy óra volt, mire az összes narancsárgát kiszedtem a pakból. Ez lesz a háznak az alapja, amit most gyors össze is rakunk. Hát srácok, eléggé két órája itt ülök. Lego építőkockák közelében nem eszünk, nehogy véletlenül lenyeljünk egy darabot azonban. Nem tudom, meddig fogok eljutni, majd talán a négy falat felhúzom, és akkor holnap befejezem, de kiég a retinám, úgyhogy tartok egy gyors szünetet. Jó, oké, viszont kell egy tető neki, és szerintem ez lesz a legérdekesebb része. Arra gondoltam, hogy ilyen lépcsőzetes mechanizmussal, így valahogy, még nem tudom, hogy, összehozni majd egy tetőt neki. A tetőt egészen addig csináltam, amíg el nem fogytak a fehér legó építőkockák, utána pedig hazamentem, mert már nagyon későre járt. Jó reggelt, második nap, visszajöttem a lakásba befejezni a tetőt, ugyanis hát ez csak félig van meg, úgyhogy kiválogatom az összes sárgát onnan. Kész van a tető szerkezetnek a másik része, ezeket most felhelyezzük. Tuti, ne, miért nem? Most ugrik a majom a vízbe. Kérlek, mondd, hogy jól számoltam. Ez jó. Oh, yeah, boy! Kész! Hát ezt valahogy épségbe hazavinni. Ha ez most összetörik, én nem tudom, mit csinálok. Pont nem fér be. Van kedvem élni. Nem akarom újra összerakni, kérlek. Oh, yes! Nem ilyen az új kecód? Gazdád építette. Figyelj, szerintem élvezzén, tetszik neki. Úgyhogy megérte kicsit izélni ezzel, bajlódni, meg újraépíteni. Viszont most nézzük meg azt, hogy a profik hogyan építenek LEGO építőkockából bármit is. Jó reggelt! A mai reggel srácok itt fogom eltölteni az RTL-ben, és benézünk a Lego Mastersnek kicsit a színfalai mögé. Gyertek, keressük meg Puskás Petit, és akkor ő egy kicsit körbevezet itt minket. Srácok, ezt nézzétek meg, hogy mi minden van itt mögöttem. Lego bábukból egy egész fal. Szoba másik végében is van egy. Minden egyes színben megtalálható kb. Minden. Nagyon-nagyon-nagyon parán néz ki ez az egész szoba itt. Itt vagyunk a Lego Master stúdióban. Akkor menjünk innen, jó? Menjünk innen, mert itt van a kockaraktár. Itt erről azt jelenti, hogy 2,5 millió Lego kocka van itt bent. Ezt mindig nagyon rendben tartjuk. És itt vannak a kis Lego figurák, szerintem ez is érdekes, hogy ebből 2600 darab van itt, tehát ebből is tudnak választani. Nincs? Ez itt 2600 darab figura? Ez itt a fele, tehát 1300, és a másik oldalon. Ja, igen, 1600. igen. És 2,5 millió kocka van, és nincs is az összesben, tehát egyébként van még egy külön raktárunk,
ami összeszerelő is, meg szétszedő is, hát nem csak össze kell ezeket rakni, folyamatosan mindent a helyére kell rakni, amikor szétszedjük. Hát igen, végtelennek tűnik, de közben az a durva, hogy nem végtelen. Tehát van az, amikor már akkorát építenek, hogy kezdenek elfogyni. De hogy konkrétan azt mondják, hogy srácok, hiányosság van valamilyen? Az, hogy most már kezdünk kifogyni belőle, még nem fordult ilyen elő, de kezdünk kifogyni belőle, és nagyon érdekes, van egy kis lapjuk, amikor esetleg valamit így nem találnak, akkor mint egy ilyen menüsor, ott van az összes fajta kocka, és akkor rá tudnak mutatni nekem, eszembe jutott valami, hogy ezt a kockát szeretném kérni, és akkor hozunk nekik még. Na, de akkor itt vagyunk a Lego Master stúdióban, ez ugyan a licensz a műsor, de saját gyártás, ez a csodálatosan szép díszlet, ugye az volt a koncepció, hogy amikor bejönnek a játékosok, érezzék úgy, mintha egy Lego szetnek lennének ők is a részei. Három pár jutott be a döntőbe, ahol ugye megmérkőznek majd a Lego Master címért és 10 millió forintos fődíjért, és hát nem fognak keveset építeni, tehát hogyha jól tudom, 20 órát fognak nekik adni az építése. Bele lehet ülni. Bele is ülnek a végén. Tehát egyébként a végén most például volt egy 18 órás, tehát most ugratunk egy nagyot, mert az elődöntőben 18 órás építés volt, előtte 12. Azért ez egy 6 órás plusz volt a harmadik műsor, vagy negyedik műsorhoz képest. És ott az végén már érezhető volt, hogy a 18 óránál, amikor bejelentettük nekik 12 óra után, hogy figyeljetek, még kaptok 6 órát, és van egy új feladat, ami meg kell csinálni. Nem feltétlenül örültek neki. Akkor ez egy kicsit ki volt éve mindenkinek az agya, és amikor a 18. órán így mondtam, hogy minden csak poénból mondanék egy ilyet, figyeljetek, még mindig nincsen még a játéknak, és még 6 órán belül nektek, hogy szóltam, hogy valami szerint ez most látva az arcokat közelében, lehet, hogy sok peti ez a humor most. Hát itt a finálé, ami ugye karácsonykor fog lenni, úgyhogy nem ilyen volt az a szép is a Lego kockából épült karácsonyfa. Peti, köszönöm szépen, nem akarlak zavarni. Köszönöm szépen. Mögöttem ki van most blőrözve egy-két dolog, mert nem akarok spoilerezni nektek, viszont itt mögöttem az emberek a kész építményeket szétszedik, és kiszelektálják, hogy minden rendben visszakerüljön a helyére. Ezt nyerheti majd meg a győztes, illetve itt van velem Tóci Balázs is, sziasztok, akit kicsit kifaggatnám, hogy mi alapján zsűrizel. Mi az, amit mi a legelső szempont, amit figyelembe veszel például a kész eredményeknél? Hát alapértelmezésben van három szempont. Amit építenek, az legyen szép, legyen technikás, és legyen történetmesélés benne. Uh-huh. Tehát ez az alapfelállás, és aztán vannak olyan kihívások, ahol ebből a három szempontból egyik, vagy másik, vagy kettő dominál inkább. Tehát vannak olyan jellegű, inkább technikai építések, ahol nincs történetmesélés, hanem csak egyszerűen nagynak kell lennie, magasnak kell lennie, erősnek kell lennie, vagy ilyen és hasonló szempontok vannak. Összességében szigorú zsűrinek tartod magadat? Főleg ennél a műsornál a szigornak, vagy ennek a vicces, szigorú tanárbácsis hozzáállásnak és a viccelésnek az egészséges összhangja az, ami kell, hogy domináljon. De például úgymond bele is kötsz néha a kész eredményekbe, hogy mondjuk lehet, hogy ezt máshogy kellett volna csinálni? Hát igen, tehát vannak olyan, vannak szubjektív és objektív dolgok. Nyilván a szubjektív dolgokba az nem belekötés, most valami tetszik, vagy nem tetszik. De ugye az értékelésnél az a célunk, hogy minél objektívebben tudjuk értékelni az alkotásokat, és ezért vannak ezek a fogódzók, ezek a különféle értékelési szempontok. De igen, természetesen, hogyha egy feladat, hogy építsenek mondjuk meg egy épületet, és annak az épületnek hiányzik a fele, akkor azt hiszem mindenki egyetért, hogy ez az épület nincs kész. Tehát vannak ilyen egyértelmű dolgok. Persze nyilván, amikor két szép dolgot össze kell hasonlítani, akkor lehet, hogy neked az egyik fog jobban tetszeni, mint nekem éppen a másik. De hát igen, ennyi szubjektivitás azért persze, kell. Meg valakinek dönteni kell a legvégén. Igen, tehát nem biztos, hogy ez olyan népszerű szerep mindig nekem, mert nyilván lesz valaki, aki másik nem ért gondolja. Egyet. Igen, de hát... Otthon üti a tévé. Igen. És újra itthon, srácok! Nagyon érdekes volt egyébként benne a stúdióban, szombat esténként tudjátok nézni a Lego Masters az RTL-en. Írjátok meg, hogy esetleg következő alkalommal mit lehetne még Legóból építeni, mi az, amire a kockákat, építő kockákat fel lehetne használni. És köszönöm szépen nektek a figyelmet, találkozunk egy következő videóban, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!